A szupervályokból épített ház igen elterjedt az Egyesült Államokban, onnan került hazánkba az ötlet. Hát ez egy újfajta építési technológia, 80-as évek óta terjed a világon, és 4 évvel ezelőtt hozta be Mónika párom az országba, Kaliforniába egy 3 hónapos tanfolyamon megtanulta, és azóta itt Magyarországon is egyre többen ismerik. Úgyhogy nagyon nagy fordulópont, hogy itt például ebben az intézményben megjelenhetünk, és sok ember fogja látni, és egyre többen ismerik meg ezt az olcsó, környezettudatos, szép, egyszerű, és szerintem a mostani világban nagyon sok választ adó építési technológiát. Sok tévhit kering az interneten és az emberek fejében, hogy mit nem lehet, rögtön azt gondolják, hogy vályoggal nem lehet építeni, de lehet, eddig is lehetett, és ezen túl is lehet. Hát ha minden előnyét kihasználjuk, és nem számítjuk bele, hogy még magamnak is építhetem, magyarul azért nem kell külön kivitelezőt fizetnem, hogy egyes munkákat elvégezzen, akkor szóval mindent rendesen ugyanúgy számlával számolok, és egy rendes haszonnal, akkor egy olyan 40-50%-ot lehet csökkenteni egy házépítésénél a költségeken. Az első szupervályok házépítése hamarosan elkezdődik Héregen, s ha elkészül, az érdeklődőket szívesen várják az épület tanulmányozására. 4 éve dolgozunk ezen, hogy elterjedjen, és most vagyunk itt, hogy ebben az évben meg szeretnénk ezt az épület együttest építeni, és hát ez egy bemutató házként szolgál, és ide tudnak jönni majd az érdeklődők megnézni, akár benne is lakhatnak 1-2 napot, vagy amennyit szeretnének, ha természetesen beférnek, és nem lesznek annyian a jelentkezők. Reméljük, hogy lesznek sokan. A kiállítás dr. Kanc Csaba megyei kormány megbízott ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Egy olyan ősi technológiáról van szó, a Földnek az energetikai tulajdonságainak a felhasználásáról, ami adott esetben egy olyan passzív házat tud létrehozni, amely hát a passzív ház jellemzőjének megfelelően szinte nulla energiafelhasználással tud funkcionálni és működni. Arra gondolunk, hogy milyen kihívások zajlanak jelenleg Európában, és az energetikai versenyben Európa mennyire lemaradóban van, akkor belegondolhatunk abban, hogy mennyire fontos egy olyan technológiának a kifejlesztése, ami ebben a versenyben hasznos lehet. És egy olyan technológiának a megtalálása, ami idézőjelben pénztárca barát.